most csapattal ültünk be ide, fiúk és lányok, egy kicsit itt a szép érzékünknek hízelegni azzal, hogy Szabó Krisztina tervezőgrafikusnak itt a munkásságában próbálunk egy kicsit segíteni, nem tudom, hogy segítünk, a lányok egész biztos, hogy segítenek. Mór és Mirko, neked már gyakorlott segítőit, hiszen a te kicsinyeid, ugyebár, és Luisa, Hanna, Noémi és Lola, ők pedig Zóra barátnői, a legjobb barátnői, és aztán akkora alkotásba fogtak itt, hogy na. De először áruld el nekünk, hogy azok a nagy babák, ők azért mit célt szolgálnak. Hát ezek egy ünnepségre készültek az óvodába. Egy március 15-i ünnepségre, úgyhogy ez megrendelésre készült. Ugye a gyerekeknek ezzel is volt feldobva az ünnepségük, hogy tudtak a kicsik is, meg a nagyobbak is egyszerre játszani ezzel. Ők tudták külön-külön pakolgatni rá az öltözékeket, kaptak egy ilyen babát, és ők utána fogták a kis szoknyácskákat, volt több szoknya, blúz, korabeli viseletek, és azokat ők pakolgatták úgy, ahogy nekik kedvükre szottyant. Most a lányokat arra kértem, hogy olyan ruhát csináljanak, amit esetleg ők szeretnének napjainkban viselni, vagy bármit, ami nekik tetszik. És ti mit alkottatok, lányok? Nekem nem volt időm rá. Oda a mikrofonba beszéljetek, jó? Szépen. Ki lesz a szóvívő? Mi ilyen kicsi babákra csináltatok ruhákat. Szuper. Például a Luisa egy ilyen kantáros nadrágot csinált. Igen. Én pedig rajzoltam. Legyen feje is. Képet. Igen, meg a Luisa rajzolt egy ilyen mesefigurát. És igen. Hogy lettetek ti barátnők ezzel a szép csapattal? Hát úgy volt, hogy elkezdődött az iskola, és akkor én a Hannával elkezdtem barátkozni. Utána pedig harmadikban elkezdtünk, mert ők hárman voltak barátok, a Luisa, Lola és a Mimi, és elkezdtünk hárman mi ketten a Hannával hozzájuk csatlakozni, és akkor így lettünk a ten barátnők. És jóban, rosszban mindig? Igen. Igen, hát próbálunk. Na, vannak vita? Hát, hogy van, hát mindig úgy van, hogy egy csomószor összeveszünk, de aztán körülbelül úgy van, hogy másodpercenként összeveszünk, de másodpercenként kivépülünk. Hát ilyen ez a gyerekkor, és mit tudtok összeveszni? Mindenféle hülyeségen összeveszünk. Apróságokon, és ki a legnyugodtabb, a legbölcsebb, aki mindig azt mondja, hogy figyelj, ne veszekedjünk már, béküljünk már ki, hát, nem? Megoldódik magát? Volt. Megoldódik magától? Vagy ma te voltál. Ma az volt, de azért igen. Nem mindig, Igen, mindig. Attól függ, hogy melyik kettő veszekedik. És mit szerettek a legjobban együtt csinálni? Hát szerintem mi együtt nagyon szeretünk beszélgetni. Rajzolni, jó. Festeni. Ezt most mind a kettőt lehet itt elmásolni. Egymással át szoktunk menni, így ott aludni, meg ilyen... És akkor... Bandázások, igen. Igen. Szóval nagyon. És de igazából mindenfélét szoktunk csinálni az iskolába. Na jó, hát sőt, még táncolni is fogunk veletek, vagy hát legalábbis lehet, hogy csak ti fogtok táncolni, ki tudja, hogy ez hogy alakul. Minden esetre még ide visszajövünk Krisztályékhoz.